Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Nagyon finom levest fogunk megint készíteni, amit egyébként lehet húsmentesen is elkészíteni, majd mondom azt is. Aki mégis szeretne vele húst tenni, annak mutatom, hogy például hogyan lehetne. Egy nem kis karfiolt vettem, 1 kg 70 deka volt, így ezzel együtt. Anélkül meg 1 kg 16 deka. Hát ez több, mint fél kiló veszteség. Na de ezt bele kell kalkulálni, jó? Ha karfiol levesről beszélgetünk, akkor az azt jelenti, hogy a 70-80%-a álljon már karfiolból, mert akkor lesz olyan igazi karfiolos jelleg az egész ételünknek, jó? Nekem is vannak itt, amik úgy nem nagyon tetszenek, ezt így leszoktam csapni. Egyébként friss meg minden, de amik nem tetszenek, azt majd úgy kiszeditek belőle ti is, lecsapkodjátok a tetejéről. A többi zöldséggel kezdünk, meg a hagymával. Sárgarépa, petrezselyem, zelergumó, ezeket felvágom. Az edénybe tettem egy kis zsiradékot. Ahogy készen vagyok a vágással, kezdem beletenni a sárgarépát, közben egy kis petrezselyem gyökeret is már felvágtam. Hadd készüljenek itt, alá van gyújtva, közben vágom a többit. Vágok fel egy gereszt fokhagymát is, egy nagyobbat. Minden belekerült most már, amit összevágtam, zöldségeket, amit láttatok. Egy pár perc edzést érdemes neki adni, mert több idő szükséges a megfőéséhez, mint a karfiolnak. A sütés is jót tesz neki, mert egy kis előnyt kap karfiolhoz képest, tehát úgy lesz neki gába. A másik meg a sárgarépának így a karotin tartalma kioldódik, úgyhogy az még finomabb lesz. És akkor most értünk oda, hogy ezt vagy 2 perce, vagy 3 perce üzöm maximális hőmérsékleten, nyilván kavargattam. Közben összevágtam az egy fejhagymát, azt most ráteszem. Még ezzel is készülődik együtt. Most van időm szétszedni a karfiolt. Mindenképp meg szoktam ilyenkor mosni a karfiolt, mikor szétszedem, majd még a nagyobb darabokat egy kicsit kisebbre vágom. A torzsáját is bele lehetne tenni megtisztítva, de én ezt meg fogom enni. Ez ilyen nagyobb darabokat mondjuk legalább 2-re vágom, de ami nagyon nagy, azt akár 4 felé is lehet, ahogy nektek tetszik, jó? Most már igazán érződik, hogy a hagyma is készült, tehát egész jó, el van készülve. Kicsit lejjebb veszem a hőt, és teszem hozzá azt az egy nagyobb fokhagymát, ez lehet 2 is nyugodtan. És most már úgy látom, hogy elég jól meg van edződve a zöldségünk. Egy kis piros paprikát én szoktam bele tenni, egy pupos táskanállal, a színe kedvéért, de nem kötelező, ebből kihagyható. Kicsit szebb lesz a színe, nem lesz sima fehér, hogyha ezt is teszünk bele. És már öntöm is rá a vizet, egy 1,5 literrel kezdek. Jó. Lehetőleg meleg víz, ha van. Borsot teszek bele, hát egy lapos mokkáskanállal, kávéssal. Sóból egy lapos teáskanála, jó? Ezzel indítunk. Majd meglátjuk, hogy kell-e még bele, biztos fog, de inkább később, mint hogy elsózzuk. És mehet bele a karfiol is. Ha a fagyasztott karfiollal dolgoztok, akkor várjátok már meg, míg felforr az egész, és akkor, amikor forrásban van a lé, akkor tegyétek bele, jó? És akkor még felöntöm annyi vízzel, hogy ellepje. És ez megint 1,5 liter volt, tehát akkor összességében 3 liter lét öntöttem rá. És ez már így sem lesz ritka. Lefedem. Míg fő a leves, felvágtam egy kis petrezselyem zöldet, nekem ez most fagyasztott. Én fagyasztottam le, anyukáiktól kaptuk, de nem ez a lényeg. 25 deka darált húst vettem elő, ez nekem most sertés lapocka, de lehet pulyka, csirkemell, akármi, amit szerettek, jó? Akár marha is lehet, mindegy. És akkor itt mondanám el azt, hogy ha nem akartok beletenni húsos dolgot, akkor ilyenkor kevertek 1 darab tojásból, amit én is most fogok majd felhasználni ehhez, 1 kis nokedlit, és akkor húsmentes, jó? De mi most a húsos verziót választottuk, úgyhogy itt van a kis húsom. Ennek a petrezselyemnek a felét, hát talán több, mint a felét beleteszem, a többit majd a levesbe.
Annyira jó illata van, ki nem hagynám, imádom. Jönnek a fűszerek, egy kicsi bors, ez csak 25 deka hús, úgyhogy a kávés kanálnak a felét vettem laposan, borsa, jó? Só. Óvatosan bánunk vele. Ez nem sok mennyiségű hús. Teáskanál, laposan félig, inkább, hogy megkóstolom, hogy nektek ne kelljen. Jó? Hagymát nem kötelező beletenni, én szoktam. De csak egy negyedét ennek a nem túl nagy fej hagymának, a negyedét fogom belereszelni. És reszelem, nem vágom. Így egyenletesebb lesz az íz. Na látjátok, nem sokat reszeltem bele, de hozzájárul az ízéhez. Nekem tetszik, hogyha van benne, nem kötelező beletenni. Viszont ha ezt nem tesztek, a fokhagymát mindenképpen ajánlom, hogy tegyetek. 2 nagyobb gerezd fokhagyma menjen bele. Ha ez nincs otthon, akkor 2 lapos teáskanálnyi fokhagyma granulátum, jó? Jó hallottátok? 2 lapos teáskanálnyival. Igen, annyi kell, hogy legyen íze. Egy tojást török bele. Összekavarom. Nagyon jó illata van petrezselyemnek, meg a fokhagymának együtt. Ha ez így nagyjából megvan, akkor jöhet bele a zsemlemorzsa. Nézzük meg, hogy mennyi. Nem lapos evőkanállal teszem. 1, 2, szerintem 3-mal rakok, és akkor meglátjuk, jó? Azért nézem így, hogy nektek is legyen mihez viszonyítani, jó? Lehet, hogy ez elég is lesz. Most már kézzel bele nyúlok. Nyilván meg van mosva a kezem. Ez alap a főzésnél. Én nem szoktam bele piros paprikát tenni. Lehet, aki szeretne. Úgy is kifő a vízbe. Nem is kell ebbe már semmi más, úgy érzem. Legalábbis zsemlemorzsa biztosan nem. Ez így pont jó. Aki levesbetétet szeretne beletenni, boltit, akkor 10 dekányit javaslok beletenni. Jó? Ehelyett. Ha nem akartok húsosat. Akármilyen apró tésztát. Így megkóstolom. Jó. Nektek már nem fog kelleni, semmi nem kell bele már. Ez így jó, ahogy van. És akkor itt lehet választani, hogy vagy gombócoltok, akkor vagy olajos kézzel, vagy vizes kézzel kis pici gombócokat formáltok. Ilyen kis piciket javaslok, jó? Tényleg olyan kis piciket. Szerintem ez nagyon guszta. Vagy ettől lehet nagyobb is. Ha nincsen türelmetek ilyesmihez, akkor ilyen kis mokkás kanállal, amit belemártatok vízbe vagy olajba, lehet szaggatni. Ilyen kis piciket bele a levesbe, vagy akár nagyobbakat is. De azt is lehet, hogy nokedli szaggaton letoljátok. Én emellett döntöttem, kis gombóc, egy pici vizet teszek a tálcára. Egy az, hogy ne ragadjon oda, másik, hogy könnyebben bele tudjuk engedni a levesbe, nem egyessével, hát kinek van ahhoz türelme, és akkor gombócozok. Hát tudjátok, hogy mire is jó ez? Gondolkodásra közben. És lassan elkészül a levesünk is. Felforrt a levesem, levettem a fedőt, 1 deci folyadékot még öntöttem hozzá. 15 perc telt el azóta, mióta forr. Egy nagyobb darabot nézzünk meg, hogy ez már nem nyers. Látjátok? Megkóstolom. Roppanós még, nagyon is, de a gombóccal együtt is kell még főjön, meg a habarással, úgyhogy egy olyan 15-16 perc elteltével forrástól, akkor beleengedem a gombócokat, teszek egy kis vizet még oda, a felszívta a gyerekek. Amúgy látjátok, hogy az elején olyan kis piciket csináltam. Ezek se sokkal nagyobbak, csak közben elkezdtem gondolkozni, hogy lehet, hogy mégiscsak nokedli szaggaton keresztül kellett volna átengedni, de mindegy. Szóval így működik az ember, egy kicsit fogy a türelme, de egyébként egy 5 perc alatt el lehetett készíteni, tehát így sem volt sok. Az idő, most nem kavarok bele, megrázom, amúgy ha belekavarnék se lenne gond. Meg is teszem, így óvatosan. Most várom, hogy egy kicsit följön, megkóstolom majd az ízét, szerintem só még fog bele kelleni, meglátjuk, mert a hús is enged ki lét, márhogy a gombóc. Körülbelül 5 perce fő, így együttesen a gombóccal megkóstoltam, egy púpos teáskanál sót beleengedek.
és még majd ezután is meg fogom kóstolni, és akkor egy habarást fogok rá csinálni. Na láttátok, hogy mennyire sűrű ez a leves, akár minden mentesen is el lehet készíteni. Lehet ilyenkor egy 2 decis tejfölt belelazítani, és akkor lisztmentesen, mindenmentesen is megfelel a tartalma. Tehát így is lehet készíteni. Én fogok beletenni egy kis lisztet, de mutatom. Körülbelül 2 deci tejföl, lisztből egy púpos evőkanállal, többet nem. Hát ez olyan, mint a 2 lapos evőkanállal tettem volna, de közben azt el akarom mondani, miközben ezt kavargálom simára, hogy ezt simán rántással is el lehet készíteni, hogy ilyenkor egy rántást csináltok rá, aki lisztérzékeny például, az vagy ételkeményítővel használja a tejfölt, vagy rántásosan készíti, úgyis nagyon finom ez a típusú leves. Sőt, ha nem tésztát tesztek bele, akkor egy félmarék rizs is lehet benne a tészta helyett. Lazítom egy pici vízzel, nem sokkal, és ezzel be fogjuk sűríteni, hogyha minden készen van. És igen, azért mondok el mindig mindent, hogy mindenki boldogulhasson. Hőkiegyenlítek, úgy 9 perc elteltével megnéztem, hogy minden puha. Még egy kanállal, mindegy, hogy mi megy bele, nem fogom összetörni. Kész. Zuty. Összefor. Legalább még 2 percig. Utókóstolás és tálalunk, megmutatom, milyen lett, jó? Megkóstoltam, közben észrevettem, hogy még 1 deci forró vizet öntöttem rá, hogy azt megbírja mindenképpen. Nekem még a sósága igényel egy nagyon kicsi igazítást, én egy 1/2 lapos, nagyon lapos teáskanálnyi sót teszek hozzá, de ezt ti is kóstoljátok meg, mert a só sem egyforma. És akkor a maradék petrezselyen zöldet most még beleszórom így a végére, és mindjárt el is zárom. Készen vagyunk, egy kis só kellhet még, kóstoljátok meg, én is tettem még bele, meglátjátok. Mindenkinek más az ízlése, és akkor nézzétek a sűrűséget, jó? Szerintem van ebbe minden, bőven egy 6 liter levesre lehet számolni. A gombóccal együtt még 18 percet főtt a karfiol, de nézzük meg a gombócot is, a karfiolt is, hogy megvan-e főve. Így villával. Na, így látjátok, de nincsen szétmenve. Viszont ennyire puhának meg lennie kell, az egyik. A gombóc a másik, amit nézzünk meg. Na, látjátok, szép fehér a közepe, megvan főve minden. És akkor szedjünk már ki belőle egy adagot. Mindenkinek nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, aki elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!